Sziasztok, Szívek Zsolt vagyok a Cloud9 Plus-ba, és kövessétek a HKL médiát. Hogyan indultatok, és hogyan jött a névadás? Mondd te. Mondjam én. Persze. Hát a zenekar, az már 3 éve üzemel, vagy 4. De eleinte más énekessel dolgoztunk egy hölgyeménnyel. Aztán rájöttünk, hogy igazából nem ez a zenei világ, amit mi szeretnénk csinálni. Úgyhogy elkezdtünk így stílusba is másfelé elmenni, és itt találkoztunk ezzel a Tök Filkóval. Én kellettem nekik. Igen. És beültünk. Aztán már megbántuk. Beültünk egy kocsmába, és két feles köztük kitaláltuk, hogy akkor csináljuk, mondjuk csináljuk. És még hozzáfűzte, hogy van egy MC barátja, és hozzam, ugye vagy hozzam. A név maradhat, mert ugye akkor meg volt a Cloud9 név, amit egyébként egy édességgel láttuk, hogy Cloud9, tehát egy valami milyen indonéz, vagy nem is tudom, milyen édesség volt. Maláj. És itt jól néz ki, tudod, hogy leírva, mit jelent meg. Így utána néztünk, nagyon tennek tetszett a jelentése, és akkor így ez lett. És két feles közt így kb. 2 másodperc alatt letisztáztuk, hogy maradjon, és akkor így elindultak a dolgok. Hogyan értékelnétek a tavalyi életeket, és mik a tervek idén? A tavalyi évünk szerintem nagyon nagy meglepetés volt, mert nagyon sok fesztiválon részt vettünk, amire nem számítottunk. Mindig bingiztük is a menedzserünket, a Gerit, hogy miért nem megyünk ott a fesztiválokra, az a zene, az odavaló a fesztiválokra. És úgyhogy nagyon jó nyarat tudhattunk szerintem magunkban itt tavaly. Minden fesztiválon részt vehettünk. Úgyhogy nekünk egy nagyon jó év volt. A mostani évre... mostani év pedig az... Most azt is mondhatom, hogy nagyon jól indult. Kihoztuk az első lemezünket, a Supernovát, és tegnap volt a bemutatkozó ennek az első albumnak, a Barba Negrában. Azért vagyunk kicsit így lemukorodva, mert agyilag teljesen, mert azért nullák vagyunk. De nagyon jól sikerült a buli, úgyhogy reméljük, hogy megint lesz egy, vagy talán még jobb nyarunk, nem? Bízunk benne. Épp ezt akartam a következő kérdésbe feltenni, hogy milyen volt a lemezbemutató koncert, illetve hogy mondjuk ilyen videó alatt nem valószínű, de hogy voltak-e már visszajelzések a lemezzel kapcsolatban? Voltak, nagyon sok visszajelzés volt meglepően, mert Index is ugye kirakta, ott volt a hivatalos albumpremier. Nagyon sok olyan visszajelzés volt, hogy nagyon tetszenek a számok, koncerten is úgy vettük észre, hogy nagyon nagy megmukorodás volt, nagyon élvezték a... nagyon ugráltak, tomboltak, nekünk nagyon jó érzés volt, hogy így bemutathattuk a számokat, és nagyon tetszett mindenkinek. Meg ugye változatos is a lemez, meg tehát ott Chill Step-től elkezdve a metalig, úgyhogy szerintem egy elég erős lemez lett. Gondolkodtatok-e már arról, hogy esetleg egy másik zenekarral közreműködni egy-egy dalon, vagy egy-egy koncerten esetleg? Gondolkoztunk ilyenen, össze is jött a Freestylers MC-vel, Szölillel, Jump Higher. Hát vannak ilyen tervek, hogy megcsinálják, de az Entesikeriből csinálnék egy közös kis nótát. Egy dalocskát. Úgy még nem gondolkoztunk el rajta, hogy most feat-elnénk bárkivel. Entesikerit, hogyha befűzzük, akkor lesz egy Entesikeris nóta. És hogyan tudjátok összeegyeztetni a privát életeteket a zenekari próbákkal, zeneírásokkal, szövegírásokkal? Tehát mennyire nehéz ezt összeegyeztetni? Leinkább munkanélkülinek kell lenni. Sosem. Valami csöves vagy. Igen. Mert nincs fejlődés, úgyis kirúgálom. Tehát olyan nincs, hogy te elmész délután 2-kor, mert azt mondod, hogy koncerten vagy, és másnap nem tudsz bejönni 10-re, mert azt mondod, hogy másnapos vagy. Szóval. Igen, jó egyébként tényleg a kérdés, mert nehéz. Én például nemrég mondtam föl, mert hogy így nem mondom, hogy mit csináltam a legszívesebben a főnök asztalával, de teljesen más világ a kettő, és szerintem fejben nehéz ezt. Még ha időben össze is hozod, az egy dolog, hogy teljesen kimerülsz, tehát hogy így fizikailag ezt 8 óra munka után bármit csinálni, de maga az élet vitt el annyira más, hogy ilyen kicsit átmész ilyen skizóval legalábbis. Én így ezt éreztem, hogy bementem megfeszülni az irodába, meg dolgozni, nem tudom, közben nem volt rossz munkám, utána meg ugye azt csináltam, amit szeretek. Úgyhogy győzött az igazság nálam. Ők meg én világéletükben lényegetőbb voltak. Legyek a falon. Így van. És hogyan születnek a számok, hogyan a szövegek és hogyan a dallamok? Ezt a Gábort
szép volna. Órás lenne a dolog. Hát ő mindenki beleteszi a kis saját egyéniségét. Igazából nagyjából úgy néz ki, hogy valamelyikünk kitalál akár egy gitáron egy témát, akár egy szinti témát, bármit, egy dob témát, akár vagy egy ének témát, és akkor azt elkezdjük tovább fejteni, hangszínelni, gitár témákat kitalálni rá, ének témákat, akkor home stúdiózgatunk, demozgatunk, és akkor így kialakul belőle a szám. És mennyire befolyásolja az, hogy milyen zenét hallgattok, illetve milyen a stílusotok, az, hogy végülis a zenekarnak egy száma úgy milyen lesz együtt. Tehát gondolom azért nyilván mindenki kicsit mást hallgat, nyilván teljesen nem, de azért vannak ilyen külön vonalak, és hogy ezt hogy tudjátok úgy összehozni, hogy végén mindenkinek tetszen. Ez nehéz, vagy nehéz? Nehéz, meg nem elsősorban arra törekszünk, hogy nekünk tetszen, meg olyat csinálunk, amit mi szeretünk. Tehát még el nem tudom kezdeni, olyan zenét csinálunk, ami csak azért, hogy na ezzel biztos megtöltjük a sportarénát, és akkor közben utaljuk, amit csinálunk. Nem, azért nézzük azt, hogy mi a közönség, de a saját közönséget nézzük, nem azt, hogy most tudom. Nyilván valamilyen szinte ez réteg marad. Ha nem az lenne, akkor... Tehát most tudjuk, hogy nem lesz egy top sláger a Klassz FM-en, de... Reálisan azért még gondolom bőven fejlődni akartok, de mi az a szint, amit szerintetek így a magyar zenei piacon jelenleg elérhettek? Igen, ezt egyébként mindig megbeszéljük így a koncertek után, hogy így érezzük, hogy elégedettek vagyunk, meg nagyon jó általában a közönség, nagyon élik, de hogy így bennünk van az, hogy ez lehet jobb, tehát hogy így érezzük azt, hogy van hova fejlődni, és most például ilyen technikai része van a dolognak, hogy az egész megoldást, amire szólnak az alapok, most majd le fogjuk cserélni, és sokkal tisztábban fog szólni igazából a zene. Az, ami elektronikus, például ez is egy nagy előrelépés. És ilyenekből szépen, lépcsőzetesen, fokozatosan haladunk előre. Az, hogy mit lehet most így a magyar piacon elérni, senki nem tudja megmondani. Tehát, hogy így nem nincsen ilyen hosszú távú célunk, mivel hogy annyi minden történik egy hét alatt is, hogy egyszerűen felesleges, persze szeretnénk világhírű lenni, mindent szeretnénk menni mindenhova, meg de mi arra koncentrálunk inkább, hogy jó zenét csináljunk, és így ez a lényeg. Úgy vagyunk fel, hogyha ez sikerül, akkor arra úgy is úgymond jönnek az emberek. Tehát a jó zene szerintem megtalálja a hallgatóságot. Terveztek mostanában új videóklipet kiadni? Most lehet már tudni róla valamit? Ja. Köszönöm a választ. Na, márjuk a szúr, nem? Hát most egy lemezzel voltunk kipörgetni. Lemezzel voltunk el. Most arra gondoltunk, hogy ami most feltöltöttük a lemezt, és akkor amelyik számot a legtöbben hallgatják, vagy amelyik úgy látjuk, hogy így kiemelték, arra csinálunk. Szóval nem mi szeretnénk kiválasztani, hanem válaszol ki a közönség. És esetleg nem van rá koncepciótok, hogy milyen klipet szeretnénk csinálni? Volt igen egy ötlet rá, de nem fogjuk lelőni a poénit most. Elborult. Köszönöm szépen akkor a válaszokat, és további sok sikert a zenekarnak. Köszönjük.